Küldött közgyűlést tartott a Tatabányai Sportklub, az ülésen szó esett a tavalyi év kiváló eredményeiről, és természetesen az idei tervekről is. Ezt a színvonalat szeretnénk tartani. Ugye a nagyon-nagyon fontos célkitűzés volt néhány évvel ezelőtt, hogy a létszámot robosztusan emeljük. Azt mondhatom, hogy 3 évvel ezelőtthöz képest szinte duplája az igazolt versenyzők száma a Tatabányai Sportklubban. Az egyre több sportolót egyre jobb infrastruktúra várja. A Gros és Gyula stadion is egy ráncfelvarráson esik át, világítással, öltözőblokk felújítással, a gyep megújul, ez ugye közvetve az atlétáinkat is érintik, hiszen a világítással akár este 8-ig, fél 9-ig fognak tudni edzeni, ami eddig nem tudott megvalósulni. A Magyar Atlétikai Szövetségtől aláírt szerződésünk van egy 600 négyzetméteres fedett ugrócsarnok létesítésére. Nyilván elindult, ugye a híradásokból látszott, és 2017 tavaszára átadásra kerül a multifunkcionális sportcsarnok, ahol a vívók és a birkózók fognak állandó, illetve ideiglenes helyszínt kapni. A következő években tehát komoly fejlesztések valósulnak meg. A tatabányai sportolóknak minden lehetőségük meg lesz rá, hogy a legjobbat hozzák ki magukból.